A nyár elején nagy sikerű sárkányhajó versenyt rendeztek a kecskeméti Benkó Zoltán szabadidőközpontban. Most ősszel még többen álltak rajthoz. Vasárnaphoz képest igazán korán 8 órakor gyülekeztek a sárkányhajósok a záportározó tavon. Igazán kegyes volt hozzájuk az időjárás, és így nem sokat kellett bíbelődniük a bemelegítéssel. Ez az a sport, amihez nem sok mindent kell megvásárolni. Egy rövid nadrág, egy póló, minden más mi biztosítunk, és átmozgatjuk valamennyi testrészt egy sárkányhajó edzésen. 15 csapat jött el a mai napra, 200 métert és 1000 métert fognak evezni. Fantasztikus időjárásunk van, most szerencsénk van, süt a nap, csodás a víz, nem hideg a víz, nem számít, ha fröcsköljék egymást, óriási hangulat. 5. versenyünket vívjuk meg itt a Kecskeméti tónál. Utóbbi években volt 2 aranyérmünk ezzel a 200 méteres távon. Előbbiekben 2000 métert is mentünk, ott második helyezést értünk el, úgyhogy nehéz volt. A felkészülési időszak ennek ilyen 3 hónap, tehát május, június, július, augusztus, május vége, így 3-4 hónap a felkészülési időszaka. Kikben áll a csapat, akik hasonlóképpen sokat dolgoznak, vagy csak úgy néha-néha beugranak? Változó. Vannak, akiknek ugye a műszakrendje nem engedi meg, hogy minden edzésen itt legyen, úgyhogy aki meg tud, az jön és akkor edz. Az utóbbi időszak vírusos helyete bennünket is érintett, úgyhogy a fele brigádunk lecserélődött, mindig vannak új csapattagok, mindig újra kell építeni. Hány futam lesz még ma? Hát még biztosan 2, ha bejutunk a döntőig, elődöntőig, akkor még 4. Mi volt a taktika? Hát egy erős sprint indító és egy elnyújtott utazó. A 200 méter egy kegyetlen szám, mert valójában végig nyomni kell. Igen, elég jó kiveszi az emberből a szuflát. Az indító, az erős indító is nagyon nehéz, utána meg megtartani a sebességet. Óriási a doboz szerepe, pedig azt hinnék, hogy neki a legkönnyebb. Igen, a doboz leköveti a vezérstroke-nak az evezését, és úgy tudja átadni a hátsó lévő evezősöknek az ütemet. Mi az utolsó pillanatban döntöttük el, hogy indulunk. Mi a mezőgazdasági szakközépiskolából jöttünk a kocsisból, és igazából ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy így összeálljunk, és így egy csapatépítő egyben. Hát igaz, hogy kellett volna gyakorolnunk, de így itt se volt rossz szerintem. Ha jól tudom, nem az időre mentek be, harmadikként érkeztek be. Nem az időre. Arra mentünk, hogy egyáltalán együtt be tudjuk rakni a lapátot, egyszerre tudjunk ugye evezni, meg hát ugye a dobosunk is egy nagyon aranyos magyar tanárnő volt. Amikor kiszálltak a hajóban, mosolyogva mondta, hogy még úszni sem tud. Hát az egy óriási bátorság kell ehhez. Igen. Hát ez egy fogyatékosságom van, úgy mondta, hogy nem tudok úszni, de annak ellenére szerintem nagyon jó ment. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy többet is tudjunk majd így együtt ugye csapatépítőleg is evezni, és szerintem lehet, hogy a továbbiakban majd ezt így gyakorolni fogjuk. A spanyolországi Európa-bajnokság első napján a magyarok 2 arany és 3 ezüstérmet szereztek.